Tanítságú rektor úr, igen tisztelt képviselői a Semmelweis Egyetemnek, és igen tisztelt képviselői a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek, és minden kedves vendégeink. Sajátos és felemelő alkalom, amikor egy egyház által fenntartott, nem pusztán hitéleti képzést és kutatást folytató nagy egyetem, és egy állami szintén az oktatást és kutatást, sőt annak gyakorlati megvalósítását végző másik nagy egyetem hosszú távú stratégiai együttműködést ír alá. A Semmelweis Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a jelen szerződéssel hosszú távon szoros oktatási és kutatási együttműködést kíván létesíteni az informatikai és infobionikai tudományterületeken, valamint mindennek a bionikai iparba történő visszacsatolásában a legmagasabb tudományos szinten. Az előzőek megvalósításának infrastruktúrális eszköz és humán erőforrás hátterét képezik a két fél már létező oktatási, klinikai és laboratóriumi kondíciói, az utóbbi közös megvalósítását fogja szolgálni a felek által a közeljövőben létrehozandó új központ és a hozzá elengedhetetlen, a legmodernebb európai és nemzetközi kívánalmaknak is megfelelő koncentrált technikai háttér. A már létező kollaboratív közös központok között ott találjuk a Magyar Bionikai Látásközpontot, a Bionikai Gyógyszertervező Elemző Központot, az Új Generációs Bioinformatika a Neurobiológiában Központot, az Onkogenomikai Központot, melyek megfelelően mutatják azt az irányt, amelyet a két egyetem szövetsége szolgálni kíván. Nem pusztán a hazai felsőoktatásnak, a nemzetközi élvonalban történő oktató és kutatói tevékenysége érdekében tesszük ezt, valamint az ezáltal stimulált ipari fejlesztések előmozdítására, hanem ezeken keresztül nemesebb célként a nevezett területeken az egyes ember egészségi és társadalmon belüli az ember értékéhez méltó állapotának javítása érdekében. Itt szeretném megköszönni mindazoknak az áltatatos tevékenységét, akik hosszú évek kutató munkájával megteremtették a hátteret, és a két intézmény nemzetközileg kiemelkedő elismertségét a most kihangsúlyozott tudományos, interdisziplináris területeken, azoknak, akik előkészítő munkájukkal már eddig is szoros kapcsolatokat építettek ki elsődlegesen a két szerződő egyetem között, felhasználva további magyar és nemzetközi tudományos és klinikai kapcsolatrendszerüket, valamint azoknak is, akik mindennek az összefoglalásaként a most aláírt megállapodást konkrét megszületésében és megszövegezésében közreműködtek. Külön köszönet illeti intézmény és vezetői szinten a Semmelweis Egyetemet, dr. Tulasai Tivadar leköszönő és dr. Szil Ágoston hivatalba lépő rektorokat, valamint a Katolikus Egyetem részéről a közös ügyért fáradtságot nem ismerő energiával tevékenykedő dr. Roska Tamást. Adja Isten, hogy ez az együttműködés ne csak az idő próbáját állja ki, hanem annál sokkal többet tudjon adni. Magas szintű és a legmodernebb csúcstechnológiára épülő oktatást és kutatást, esélyt egy emberközpontú, de egyben fejlett, versenyképes és erkölcsös ipar magyarországi lehetőségének megteremtésére, valamint egy széteső kategóriákkal küszködő korban kellően megalapozott ismeretek legnemesebb átadását a jövő generációi számára. Köszönöm a figyelmet! Magnifice Domine Rector, kedves barátaim! A Semmelweis Egyetem, mint a Pázmány Péter Egyetemből az 50-es évek elején kiszakadt fakultás jogutódja, mindig nagy büszkeséggel és örömmel emlegette a múltat, amikor Pázmány Péter kardinális nemzeti elkötelezettségből, a nemzet felemelkedése érdekében
Magyarország jövője érdekében alapított egy jezsuita egyetemet, amely aztán az egyik nagy királynőnk aktivitása eredményeképpen orvosi fakultással is bővült. Tanítómestereink, az én tanítómestereim is mindig azt mondták, hogy a Pázmány Péter Egyetemen végeztem. Ez a professzor oktatta a biokémiát, Ötvös oktatta a fizikát, és hát a nagy elődök dicső múltja, tette, vitte előre a közös egyetemet. A történelem úgy hozta, hogy önálló egyetemekké váltunk. De az önálló egyetemek csak akkor tudnak hosszú távon is az értékekre alapozva európai dimenzióval fejlődni, ha a közösben újra egymásra találnak. Én azt szeretném elmondani itt, hogy a egymásra találásunk szimbolikus helyen történt a budai várban, a palotában. Az úgy történt, hogy én természetesen tudtam, hogy ki Roska Tamás, természetesen tudtam, hogy mi a Pázmány Egyetem, újonnan beiktatott rektorként egy konferencia fogadásán a lépcsőházban már éppen elmenetelhez készülődve találkoztam Roska Tamással, köszöntem, és elkezdtünk beszélgetni, és hosszan elkezdtünk beszélgetni, és nagyon sokáig ott maradtunk, mert a gondolataink a jövőről, a múltról való elképzeléseink olyan mértékben harmonizáltak, hogy ennek testet kellett öltenie az egyetemek, a karok közös jövő tervezésében is. Valahogy így indult, ugye Tamás? Valahogy ez a történet innen indult el, és kiteljesedett regionális tudásos központ együttműködésében. Majd döntően Roska Tamás ambícióinak és a témák megfogalmazásában való finomságának köszönhetően abban, hogy új szakokat, új tudományterületeket tudtunk közösen elindítani, és magam meg vagyok arról győződve, hogy ezeken az új területeken minőségileg magasabb értéket tud a két egyetem előállítani, amellyel szolgálhatjuk a Pázmány Egyetemet, szolgálhatjuk a Semmelweis Egyetemet és hazánkat. Én ehhez nagyon sok erőt, kitartást és örömet kívánok mindkét egyetemnek. Vivát, Kreszkát, Floreát, Universitas de Cardinal Pázmány nominata, Vivát, Kreszkát, Floreát, Universitas de Semmelweis nominata. Isten éltessen minket!